Nemzeti érdek vagy diplomáciai konfliktus, a Jobbik szerint a magyar külügyminiszternek határozottabban kellett volna fellépni a nemzetközi botrányt kavaró WikiLeaks ügyben. Mit és hogyan csinálna másképp az ellenzéki párt? Tovább dagad a WikiLeaks botrány, az internetes oldal által megszerzett titkos dokumentumok közül minden nap újabbakat hoz nyilvánosságra a világsajtó. Múlt hét csütörtökön egy magyar vonatkozású dokumentum is napvilágot látott. Hazánkban dolgozó amerikai diplomatáktól életrajzi adatok összeállítását kérték politikai vezetőkről és tanácsadókról. A magyar külügyminisztérium közleményben ítélte el a jogosulatlan adatok közzétételét, azonban nem kívánta kommentálni azok tartalmát, mivel a kiszivárogtatott dokumentumok állítólag az amerikai diplomáciai szolgálat belső levelezéséből származnak. A Jobbik azonban méltatlannak nevezte a magyar külügyminisztérium nyilatkozatát. Vendégem Volner János, a Jobbik országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Mit vártak Martonyi Jánostól? Azt, hogy neki megy az amerikai diplomáciának, vagy az amerikai kormánynak? Azt vártuk volna, hogy a hasonlóan súlyos esetekben, hiszen itt Magyarország elleni kémkedésről van szó, megteszi a magyar diplomácia azokat a lépéseket, amelyeket a nemzetközi diplomáciában szokás jogon alapulónak lehet. Senki nem tett meg egyébként ezek. Tehát ha megnézi, a világpolitikai szempontból inkább a WikiLeaks bírálták sem, mint az amerikai kormányt. Az amerikai kormánynak ez nagyon kellemetlen, hiszen sok hírszerzője került lehetetlen helyzetbe, miatt. Ugye Sárközi elnök is például azt mondta, hogy nagyon sajnálatos, hogy a WikiLeaks ezt nyilvánosságra hozta, mert hát bajba kerülhetnek. Szerkesztő, teljesen más kérdés az, amikor egy diplomatáról olyasmit állítanak, hogy iszik, vagy ronda, vagy hülyeségeket beszél, meg más az, amikor mondjuk itt az adott esetben, konkrétan Magyarország esetén biometrikus azonosítójegyeket gyűjtenek, az, amikor leírja az amerikai külügyminisztérium a diplomatái számára, hogy titkos megállapodásokról, akár az energiabiztonság, akár a katonai megállapodások terén. Bocsáss meg, de mennyire lehetek hitelesek ezek a dokumentumok, ugyanis például az itteni amerikai nagykövet is azt mondta, hogy nem tud biztos információt adni ezeknek a kiszivárgott dokumentumoknak a hitelességéről. Szerkesztő, én azt gondolom, hogy mivel nem cáfolja az amerikai Egyesült Államok részéről ezt a kérdést senki, és meglehetősen sok információról kiderült már az, hogy valós, amiről eddig be lehetett bizonyítani, azokról gyakorlatilag ki is terültek ezek a kérdések. Én azt gondolom, hogy nagyon is komolyan kell venni. Maga az anyag szerkezete egyébként itt van nálam, meglehetősen igényes, valós hírszerzési forrásokra támaszkodó, valós részlegeket neveznek meg, valóban ilyen módon működik. Én megvizsgáltattam nemzetbiztonsági szakértőinkkel ezt a... De 100%-ig azért nem mondhatjuk, hogy ez biztosan az amerikai diplomáciától származott. 100%-ig nem, de 99%-ig egészen biztosan. De mi erre a bizonyíték? Én ezt nem értem, hogyha az itteni amerikai nagykövet is azt mondja, hogy nem tud arról biztos információt adni, hogy ezek hiteles dokumentumok, akkor mi erre a 100%? Szerkesztő, hát ne legyünk naívok, hát az amerikaiak nyilván nem szeretnék elismerni azt, hogy kémkedésre buzdítanak valakit. Magyarországon ennek 15 éves börtönbüntetés a jutalma. Ezért mondjuk azt, hogy ha nem vagyunk biztosak benne, akkor meg kell tenni a magyar diplomáciának, a magyar elhárító szerveknek a szükséges intézkedéseket. Nemzetközi jogi lépéseket, vagy a hazai törvények szerinti jogi lépéseket, vagy ez hogy? Szerkesztő, mivel nem lépett semmit a magyar kormány, ezért én magam fogok holnap 15 éves börtönbüntetése fenyegető bűncselekmény miatt feljelentést tenni. Németh Zsolt pont a parlamentben azt mondta, hogy vizsgálják az esetet, nyilvánvalóan nekik is át kell nézni. Magyarul nem tettek semmit ebben az ügyben, tehát hogyha itt van egy dokumentum a kezünkben, akkor azt gondolom, hogy ez már elegendő ahhoz, hogy az ember egy büntető feljelentést tegyen. Itt nem vizsgálódni kell, ezt nagyon sokszor láttuk már hónapokon keresztül a szocialistáknál, hogy vizsgálódtak. Csak a diplomácia ügyben hirtelen felindulásból megtesz egy feljelentést, mondjuk aminek... Én nem vagyok felindult szerkesztő. Jó, én csak mondom, én csak mondom, hogy anélkül, hogy mondjuk áttanulmányoztak volna rendesen egy iratot például, vagy lehetnek ki a jogi kibúvók, ugye azok szertágazóak, tehát hogy alaposan meg kell nézni nyilvánvalóan. Én nem akarom megvédeni a külügyminisztérium államtitkárát és a külügyminisztert sem, szó sincs róla, de nyilvánvalóan nekik is át kell nézni ezeket a dokumentumokat. A másik kérdés viszont, ami érdekes, hogyha az előző kabinet, már pedig állítólag ezek a dokumentumok arra utalnak, az előző kabinet hivatali ideje alatt voltak ezek a problémák, hogy mi az akkori elhárítás szerepe ebben a dologban? Tehát hogy dolgozott Labort Sándor például?
Hát nyilván nem túl jól, finoman szólva. Önmagában egyébként megkérdőjelezhető az is, hogy történt egyáltalán váltás, hiszen nagyon sok személyi átfedéssel működnek jelenleg is a titkosszolgálatok. Ugyanazokat az embereket találjuk az élén, mint korábban. Tehát ilyen módon gyakorlatilag ilyen forradalmi változás. Hát Labor Sándort már nem találhatjuk ott, aki beszélünk. Akkor ott volt ugye A kirakatban levőket cserélik, a többiek maradtak gyakorlatilag. Tehát a nagy változás azért mondom, hogy nem történt ebben az ügyben. Én azt gondolom egyébként, hogyha konkrétan fölmerül egy bűncselekmény alapos gyanúja, most itt arról beszélhetünk, 15 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a törvény, akkor kutya kötelessége a magyar kormánynak megtenni a szükséges intézkedéseket. Valószínűleg most tanulmányozzák az iratokat, és ha lesz ilyen, akkor nyilván már megteszik. Sok állam nem tette meg, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönöm szépen, képviselő, hogy itt volt.